irányvitány. A vár keletkezésének idejét és építőjének nevét nem ismerjük. Feltehetően az itt birtokos Csák nemzetség egyik tagja építette a tatárjárás után. Várnagyként a Gutkeled nemzetségből származó II. Mihályt 1319-től 1324-ben említik okleveleink, és mint királyi vár Castrum Vitam alakban 1379-ben szerepel irataimban. Luxemburgi Zsigmond 1410-ben Hohenzollern Frigyesnek zálogosítatta el. Albert király 1437-ben Rozgonyi Istvánnak adta zálogba a várat, majd fia János első Ulászló királytól adományként is megkapta. 1445-ben Újlaki Miklós foglalta el, 1448-tól zálogként bírta. 1453-ban ismét a rozgonyiak birtokába kerül, a várat 1493-ban Egervári László, horvát bán, később Egervári István birtokolta. 1512-ben Kanizsai György horvát bán, majd Kanizsai László országbíró örökölte. A kettős királyság idején 1534-ben Hédervári István és fiai lakták a várat. A török először 1529-ben ostromolta, majd 1543-ban is foglalta. Később magyar kézre került, de 1559-ben újra a töröké volt. Akiktől 1566-ban sikerült ugyan visszafoglalni, a következő évben azonban már újra a török birtokolta. Véglegesen Pálffy Miklós szabadította fel 1597-ben, és a következő évben felrubbantották, megakadályozva ezzel, hogy a török a várat elfoglalhassa. Cénszék századtól az Esztenházy család tulajdonul. Anyagát építési célokra használták fel. És ím a környék. 300 méterre a vár. Onnan jelentkezünk.